Smolensk után sikerült jól összerakni az autót. Úgyhogy az ottani balesetből már nem érzünk semmit, hál' Istennek, úgyhogy pénteken a szabad edzések is jól sikerültek. És jó időket tudtam menni, második voltam mindkét szabad edzésen, úgyhogy nagyon vártam a mai napot. Aztán sajnos ma meg nem volt szerencsénk, mert problémák vannak a kormányzással, ami miatt oda lett az időmérő edzés, és aztán az első versenyen ilyen hát kisebb problémákkal, de az első versenyen végig tudtam menni, ott ugye feljöttem a mezőny végéről, a boxicából rajtól, feljöttem a 9. helyre, ami úgy jó volt, jó lett volna a 8., de hát a 9. sikerült most, és aztán a második versenyen elrajtoltam a 9. helyről, és akkor még az elején jó volt egy-két kört, akkor egyet-kettőt tudtam előzni, de aztán újra előjött a hiba. Úgyhogy sajnos a második versenyen is ki kellett álljak. Úgyhogy hát ez a mai nap eddig nem a miénk, de nekiálltunk dolgozni rajta keményen. Úgyhogy köszönöm a srácoknak egyrészt a Smolensk javítást is, meg most is itt, ahogy próbáljuk megoldani ezt a kérdést. És remélem, hogy holnap minden rendben lesz. A mai napon szerencsére nagyon jól alakult, igyekeztem mindent összerakni, az időmérőn sikerült egy 7. helyet megszerezni, javítani az egyéni köridőmön, nagyjából egy másodpercet, úgyhogy nagyon jól összejött, majd utána az első versenyen sikerült a 8-én behozni, volt egy kisebb csaták, illetve utána beosztottam a gumit, mert ugye rám is vonatkozik most már a gumiszabály, hogy ezt a 6-ot használtam a második versenyen is, és így a 8-én futottam be, így elsőként tudtam rajtolni a második futamon, és szerencsére sikerült is elhozni. A rajt egy kicsit necces volt, de utána az első sikán után sikerült egy kis előnyt növelni, és talán azt növelni, és a végén pedig már sikerült beosztani, és ilyen 4-5 másodperces előnnyel sikerült behozni a futamot, úgyhogy nagyon boldog vagyok.